Gábor, akinek az előadásának a címe, ha jól tudom, akkor háború és béke, de lehet, hogy még ezen változtat. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket. Az előadásomnak nincsen címe. Vicsek Ferenc kérdezte, hogy mi a cím, mondtam, nincs. De hát mégis mondjál valamit. Mondtam, hogy háború és béke, hát most így sikerült. Csalódott vagyok, és rossz kedvű, de nem ezért, meg nem is azért, mert beszélnem kell, mert egy kedves, szimpatikus közönségnek beszélni, ez nem olyan rossz dolog. Meg nem is azért, mert nem jut eszembe esetleg semmi, mert tegnap este láttam, hogyha az embernek nem jut eszébe értelmes gondolat, hát felsorolja olyanok sikereit, akikhez egyébként semmi köze nincsen, és megtapsolják. Nem is azért, amit Békessy Lászlótól hallottunk az imént, bár lehetne, mert hát azt ismertem, meg hogy ilyen helyzetben vagyunk, meg nem is azért, mert hogy milyen állapotban van a demokrácia Magyarországon, mert ezt is tudtuk, erről is elég sokat beszéltünk már, meg nem is csak azért, mert hogy milyen a hazámnak a híre a világban, hogyha külföldre megyek, akkor és megtudják, hogy magyar vagyok, azt kérdezik tőlem, hogy mondja, mi van maguknál, mert ilyen azért nem volt. Szóval nem csak ezekért, hanem azért, mert Bibó Istvánnak az 1945-ben írt mondatai sajnos még mindig igazak, most idézek. Az idézet valóban Bibó Istvántól, nem Máraitól, vagy Lodvikból származik egyébként. Szóval Bibó István. Nem csoda, hogy ma ez az egész társadalom szélütötten kapkod ebben az új helyzetben, és a szabadsággal való élni nem tudásnak, a régi hatalmaskodási és hatalomgyakorlási formák továbbélésének, a tartós tekintélyek félelemkeltő hiányának az anarchiában felemelkedett új hatalmi formáktól való félelemnek és a régi, szilárd, kiszámítható és biztonságos elnyomás visszasírásának a leggroteszkebb példáit mutatja. Hát eddig az idézet, mintha a demokrácia rövid két évtizede csak intermezzó lett volna, mintha semmi sem történt volna. Szóval ezért is vagyok csalódott és rosszkedvű, meg persze azért is, mert úgy látom, hogy akik változtatni akarnak, akik azt mondják, hogy ez így nem jó és változtassunk, hát azok pedig rossz irányba keresik a megoldásokat. Mert mit látunk, milyen tervekről is hallunk? Te mindent megváltoztattál, én majd mindent visszacsinálok. Te csökkentetted a rezsit, én majd még jobban csökkentem a rezsit. Te bevezetted a tandíjat a felsőoktatásban, én majd ingyenessé teszem a felsőoktatást. Te teleplakátoltad az országot, én még jobban teleplakátolom. Külföldi ismerősömmel mentünk autóval, és ezekre a plakátokra mutatva kérdezett, hogy kik ezek a bamba tekintetű pofák. Mondom, az ország vezetői. Megyünk tovább, és ezek a bamba tekintetű pofák kik? Hát mondom, ezek az ország volt vezetői. Nem, félreértés ne legyen, ez nem az én értékítéletem, mert én ismerem őket, és megvan a véleményem, hanem így nézünk ki. Ezt már minden esetre sikerült elérni. Aztán ugye az útkeresés vesz vissza. Te együtt akarsz működni, én még jobban együtt akarok működni. Annyira együtt akarok működni, hogy még pártot is alapítok hozzá, nehogy összekeverjenek veled. Én annyira együtt akarok működni mindenkivel, hogy még mindig senkivel nem működöm együtt, biztos azért nehogy a többiek véletlenül megsértődjenek rajta. Te növelted a szegénységet, én éhségmenetben gyalogolok azokkal, akik egyébként sajnos tényleg éheznek. Hát te gyűlölsz engem, hát akkor én még jobban gyűlöllek téged. Szóval azért vagyok rosszkedvű, mert ebből nem látom, és sajnos sokan mások se látják, hogy milyen is lesz az az ország, amelynek létrehozása érdekében folyik a politikai küzdelem. Ugye az egyik ajánlatot azt látjuk, éppen benne élünk, ez a fülke forradalom világa. Ebből nem kértünk, nem is kértünk, mert szétverte a demokratikusan kialakított intézményrendszerünket, amelyet egyébként nehezen is vitákkal alakítottunk ki, mert megint az államtól teszi függővé az életünket,
mert az állam megint rabszolgaként, saját tulajdonaként kezel bennünket, ha nem vagyunk elég alázatosak, repülünk az állásunkból, újra retteghetünk, nem készül el rólunk lista, jelentés, bepofátlankodnak a munkahelyre, gazdaságba, hálószobába, művészetbe, ellenőrizni és irányítani akarják a gondolatainkat. Nem kértünk belőlük, mert intézményesítették a gazdaságban a korrupciót, mert úgy bontott le egyébként természetesen hibákkal működő rendszereket, hogy amit helyette ajánl, az vagy működésképtelen, vagy 30-40 évvel röpíti vissza az országot a közös akarattal meghaladott múltba. Gondoljunk csak az oktatásra, vagy az önkormányzati rendszerbe. Nem kérünk belőlük, mert fokozták a végletekig, fokozzák a társadalom megosztottságát, mert lábbal tiporják a sajtó szabadságát, mert szétszakította a társadalmat vakon hívő kormánypártiakra és a többiekre, szegényekre és lecsúszókra, vagy a lecsúszástól rettegőkre és az őket lenéző kőgazdagokra. Azt mondta a miniszterelnök, hogy senkit nem hagyunk az út szélén. Azt nem tette hozzá, hogy hanem belökjük az árokba. Nem kértünk belőlük, mert utat nyitottak a gyűlöletnek, sőt, sokszor maguk tüzelik a gyűlöletet. Mert a fiatalok számára kilátástalanná tették a jövőt, elüldözik őket. Ezt nem kértük, nem akarjuk. De akkor mi is helyette az ajánlat? A régi alkotmány, a kisebb rezsi, az éhségmenet, másfajta megosztottság, egy kulcs helyett több kulcs, a te plakátjaid helyett az én plakátjaim, annak felsorolása, hogy kiknek nem lehet közük az új Magyarország felépítéséhez, ez az ajánlat. Személycseréket ajánlunk, az alkalmatlanok helyére új alkalmatlanokat, újabb hazugságokat arról, hogy szavaz rám, és akkor minden jobb lesz. Újra populista szólamokat arról, hogy politikusok és pártok nélkül is lehet politizálni. Egyelőre csak önmagukkal együttműködő együttműködéseket. Ha ez az ajánlat, kedves barátaim, akkor ez kevés. Sokunknak kevés, és nem véletlen az, hogy továbbra is tartósan 50% fölött van a bizonytalanok, a pártot választani nem tudók, a helyzetből kiutat nem látók aránya. Tegyük fel a kérdést, mi az alapprobléma? És most megint Bibó Istvánt idézem. Az ember társadalmi lény, aki a társadalmi közösségben elsősorban teljes emberi méltóságot és szabadságot kíván, s minden további teljesítményét ez a kívánság határozza meg. Gazdasági, szellemi és politikai teljesítőképessége mind azon múlik, hogy a közösség megadja-e neki az emberi méltóság öntudatát, és ráneveli-e a szabadsággal való élésre. Ez az emberi méltósággal teljes, öntudatos, eleven, mozgékony, teljesítőképes, vállalkozó, szabad közösségekben élő, s a maga szabadságával és a kultúra jogaival élni tudó polgárosodott embernek a képe. Hát akkor, hogy is állunk az emberi méltósággal és a szabadsággal? Szabadok a diákok, akik szigorú, de legalább kiszámíthatatlanul változó korlátok között juthatnak be az egyetemekre, és kalodákba zárják őket a diploma megszerzése után. Szabadok az iskolák, a tanárok, akiknek központ írja majd elő, hogy mit taníthatnak, és még fenyegetésben is tartja őket. Szabadok a vállalkozók, akik ki vannak szolgáltatva a kormány kényekedvének, és kreatív ötletekkel kényszerítik őket újabb és újabb sarcfizetésre. Szabad a vallás gyakorlása ott, ahol a politikai önkény dönti el, hogy ki lehet egyház, és ki nem. Szabad a sajtó ott, ahol jogi trükkökkel akadályozzák például a klubrádió működését. Szabad az önkormányzat, ha gúzsba van kötve, ha nincsenek eszközei az önálló döntések meghozatalára. Milyen ott az emberek méltósága, ahol megbélyegzik a kisebbségekhez tartozókat, ahol megszabják, hogy miként élhetnek együtt az emberek, ahol milliók élnek a létminimum környékén, vagy alatta, és esélyük sincs arra, hogy a helyzetük megváltozzon. Beszélhetünk-e szabadságról és méltóságról, ha akár csak tervként is megfogalmazható, hogy származási alapon listázzák az embereket?
Szabadok vagyunk-e, ha nyelvünkben egyre több szó válik torzá? Ha ezt nem veszük észre, és ezért egyre többen fogadják el a kifordított jelentéseket. Ha már az új politikai szerveződések is a kicsavart, megbélyegző jelentést használják, és így a Fidesz kottáját játsszák, akár annélkül, hogy tudnának róla. Gondoljuk csak meg, mit jelent az, hogy konzervatív, vagy polgári, vagy szabadelvű liberális. Pontosabban mit jelentett, és mit jelent ma. A magukat ma konzervatívoknak hirdetők valóban az értékek őrzői, az alapoké, amelyekre építeni lehet. Nézzék meg a tegnapi évértékelő után készült videófelvételt a HVG honlapján. Láthatják, hogy kik azok a magukat konzervatívnak hirdetők, és hogy gondolkodnak ezekről az értékekről és az alapokról. Vagy amikor azt mondjuk, hogy polgár, akkor valóban a műveltsége, szaktudása, tartása révén sorsát önállóan irányítani képes emberre gondolunk? Miért nem vesszük vissza a szavainkat? Miért engedjük továbbra is, hogy kisajátítsák, átértelmezzék, és a végén politikai bunkosbotként használják őket? Miért nem támaszkodunk valódi konzervatív, polgári és szabadelvű hagyományainkra? Miért nem emlegetjük büszkén a szabadelvűek sikereit a magyar polgárosodás kibontakoztatásában? Miért nem mondjuk el, hogy aki a liberalizmustól irtózik, az a demokráciától és a szabadságtól, az öngondoskodó, felelős, gondolkodó állampolgároktól irtózik? És tényleg, ha már itt vagyunk, mi a baj a szabadelvűekkel? Mi a baj azzal, ha valaki hisz az emberi teljesítményben? Ha tiszteli a másik embert? Ha elfogadja annak életvitelét? Elfogadja, ha más, mint ő, és nem akarja megváltoztatni sem a gondolkodását, sem azt, ahogy él? Mi a baj azzal, aki hisz a piacgazdaságban, a versenyben? Mert azt jobbnak gondolja a mutyinál, az állam durva beavatkozásánál, bizonyos vállalkozások kézből etetésénél. Mi a baj azzal, ha valaki mindent elkövet annak érdekében, hogy megvédje saját jogait, és azok jogait is, akik maguk erre nem képesek. Akik számára fontos a joguralma, a jogállam, a jogbiztonság. Aki hisz magában, és ezért azt gondolja, hogy tud magáról gondoskodni, az állam ne gyámkodjon fölötte, hanem biztosítson megfelelő kereteket, azután hagyja békén, ne szóljon bele az életébe, ne mondja meg, hogy mit gondoljon, miben higgyen, hogy szervezze az életét. Mi a baj azzal, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy egyenlő esélyeket biztosítson mindenki számára? De aki azt is gondolja, hogy a személyes felelősséget mindenkinek vállalnia kell önmagáért. Mi a baj azzal, aki ha teheti, segít magukról, gondoskodni nem tudóknak, szolidáris velük. Megjegyzem, itt üdítőként hatott, amikor a egyetemista diákok demonstrálni kezdtek a középiskolás diákokért, akik majd jönnének az egyetemre, ha nem akadályozná meg őket ebben az új rendszer. Mi a baj a liberálisokkal? Mert hogy látjuk, hogy sikerült szitokszóvá változtatni a kifejezést. Hát megmondom, vitatkoznak és akadékoskodnak. Elveik vannak és ragaszkodnak hozzájuk. Állandóan jönnek a jogállammal, meg az emberi jogokkal, a piacgazdasággal, a hideg is kirázza az ember. Nem pátyolgatnak, nem osztogatnak, hanem felelősségről beszélnek. Meg persze Európáról, az európai értékekről, arról, hogy Magyarország helye Európában van. Pedig, kedves barátaim, a jövő sikeres Magyarországát az egyszerre konzervatív, egyszerre polgári és egyszerre szabadelvű gondolkodás teremti meg, teremteti meg. A legjobb magyar szabadelvű hagyományokat, Kölcseit, Széchenyit, Deákot követve. Mert igazuk volt a 19. századi szabadelvűeknek, Magyarország csak akkor lehet erős, ha európai, és úgy kell európainak lennie, hogy nem dobja el saját hagyományait, és úgy kell magyarnak lennie, hogy nem zárkózik el a közös európai kultúrától.
Akkor lehetünk sikeresek, ha kiszámítható viszonyokat teremtünk, ha megbízható partnerei leszünk politikai és gazdasági partnereinknek egyaránt. Ha visszavesszük az ország iránti bizalmat, visszaszerezzük nem csak a külföldét és nem csak a befektetőkét, hanem itthon is az emberekét, különösen a fiatalokét. Ez pedig nem megy az emberek méltóságának és szabadságának visszaadása nélkül. Hogy is mondta Bibó? Az ember társadalmi lény, aki a társadalmi közösségben elsősorban teljes emberi méltóságot és szabadságot kíván, a minden további szabadságot kíván, s minden további teljesítményét ez a kívánság határozza meg. Ennek a kívánalomnak kell megfelelni, ennek érdekében kell cselekedni. Ismét Bibót idézve, meg kell találnunk a szabadság rendjét, jogait és biztonságát, a szabadságét, mely nem alázatos és tekintélytisztelő, hanem zajos, mozgalmas és követelő. Ez a demokrácia továbbépítésének igazi munkája. Kiemelem, zajos, mozgalmas és követelő, nem alázatos és nem tekintélytisztelő. Kedves barátaim, ehhez és csak ehhez kell a támogatókat megnyerni. Ennek a szemléletnek kell minden mást alárendelni, ennek figyelembevételével kell a programokat megalkotni. Ehhez kell a partnereket megtalálni, ennek érvényesítésére kell mindenkivel, aki elfogadja, együttműködni, és mindenkinek. Csak akkor érdemes változtatni és változtatni, ha ez a változtatás célja. A zajos, sokszínű, öntudatos szabadság rendjét kell megteremtenünk. Rendőrállam helyett olyan Magyarországot, ahol a szabadság a rend. Ehhez pedig nem elég, ha ügyesen lavírozó, önmaguk pozicionálásával elfoglalt politikusok tervezik a jövőnket. A szabadság rendjének megteremtéséhez államférfiak és államnők kellenek. Lehet, hogy tényleg Isten kezében vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet!